Felsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Harc, Kakast, Kéty, Medina, Őcsény, Sióagárd, Szálka, Szekszárd, Várdomb, Zomba, Dombjai és Lankái, mintha csak az Alföld síkjából hullámoznának bele a mecsek magaslataiba, előhírnökei a hegyvidéknek. Ez a szekszárdi borvidék. A szekszárdi történelmi borvidék az egy nagyon nagy múltú, bár egy nagyon kicsi borvidék. Valójában az, hogy ekkora történelmi múltja van, az azt jelenti, és talán ezért is kerül bele az értéktárba, hogy minden korban, amikor ezeken a szőlő, ezeken a szekszárdi dombokon bármilyen népesség élt, ezer szállal kötődött az élete a szőlő műveléshez és a borkészítéshez. A másik, hogy végül is bármilyen hatalom volt az adott korban, az mindig egy gazdasági potenciálként számolt erre a szőlőtermesztésre és borkészítésre. Tehát ez az a lényege, hogy az elmúlt 2000 évben, amit mi ismerünk ebből ennek a történelméből, tehát mindig jelen volt az emberek mindennapjaiban ez a szőlő. A római kor után az első biztos támpont az esztergomi káptalan által kiadott első Béla alapító oklevelét tartalmazó átirat, amely felsorolja az 1061-es adományokat, ami szerint az egyházi birtokon magas fokú szőlőtermesztés folyt. Erről tanúskodik a szekszárdi apátság 1262. évi oklevele is. A török hódoltság idején a fehérbor mellett meghonosították a vöröset is. A borvidék híres kadarkáját a törökök elől menekülő rácok hozták erre a vidékre. A török Üsküdarból eredeztethető kadarka nagy hírnévre tett szert, és a szekszárdi borvidék jellegzetes fajtájaként ismert. A török kivonulásával a lakosság fő jövedelemforrása a szőlőművelésből származik már, és a fejlődés töretlen volt az 1770-es évek végéig. A Habsburg birodalom idején Szekszárd jó hírneve miatt sokan törekedtek itteni szőlőterületek megszerzésére. A 18. század elején a bor után csak tizedet kellett fizetni a kilencet helyett, ez a rendelet pedig vonzotta a német telepeseket, akik több hullámban érkeztek. Ennek egyenes következménye volt, hogy a régi és az új telepesek tudásának ötvözéséből még magasabb szintű szőlő- és borkultúra alakult ki. A század közepére megjelenik a héjonerjesztés, a bor pincében való tárolása, a szőlő karózása és a trágyázás is. A bor egyre jobban meghatározza a térség kereskedelmét. A napóleoni háborúknak köszönhetően a bor nagyon kereslet áru cikké válik, viszont a háborúk befejeztével 1815 után visszaesik a kereslet, de a német nyelvterületen elhíresült szekszárdi vörösbornak megmarad a piaca. A 19. század második felében pusztító filoxéra járvány nagyon komoly károkat okoz a szekszárdi szőlőállományban. Tulajdonképpen a 19. században, tehát ezt a fajta fejlődést, ami már az árutermelésnek a lehetősége biztosított, megint csak egy nagyon erőteljes, egy történelmi jelentőségű kárafiloxéra töri ketté. Ennek voltak egyértelműen gazdasági, társadalmi katasztrófának voltak nagyon nagy vesztesei, tehát azok a családok, akiknek az egész éves megélhetése, a bevétele, a túlélés, ezen az apró kis területű szőlőbirtokra alapult. Ezek nagyon-nagyon megsínlették ennek a szőlőfiloxérának a megjelenését. És hát ez volt az az időszak, ugye, amikor ezekben a visszahúzódó barlanglakásokba nyomorognak át nagyon hosszú időszakokat ezek a tényleg elszegényedő családok. Végül a direkt termő amerikai alanyokra oltott szőlőveszők betelepítése hozta meg a hosszú távú megoldást. Majd a kilábalás után jött az újabb katasztrófa, ami visszaveti a borvidék fejlődését, de szinten tartását is, ez a két világégés. A kommunista-szocialista idők sem hoznak megváltást. A központi tervgazdálkodásban a szekszárdi borvidéknek egy közepes minőségű, mennyiségi szőlő- és bortermelést szánnak, valamint a Bikavér, mint nemzetközi márka felfuttatása az egri borvidékhez kerül át. Innentől csak ők használhatják a Bikavér megnevezést boraikra. A 90-es évektől a borvidék újra kezd magára találni, köszönhetően a kiemelkedő szőlészeti és borászati szakembereknek. A szekszárdi borvidék arculatát tekintve még ma is egy forrongó, alakuló borvidék. Az út azonban, amelyet közösen jelöltek ki, jó irányt mutat. A szekszárdi borvidéken valójában, amikor a rendszerváltás után
újra azt föl kellett építeni, hogy melyek azok a borok, amelyek a szekszárdi borvidéknek igazából az arculatát meg tudják mutatni. Tehát itt arról van egyrészt szó, hogy van egyfajta klimatikus viszony, van egyfajta föld, természetrajzi földtani adottságok, amely eleve kedveznek bizonyos fajta szőlőfajtáknak. Meg kell találni ezeket a szőlőfajtákat, amiből egyrészt a legjobb minőséget ki lehet hozni, és ez a fajta arculatban nyilvánvaló ezek nagyon fontosak. Én azt gondolom, hogy szerencsére a mostani világízlés, ez mellett van egyfajta világízlés is, egy világtrend, ez a fajta világízlés most nagyon szépen összhangban van, illetve szerencsére összhangban van a szekszárdi borvidéken, pont azokkal a fajtákkal, amik jól is érzik itt magukat. Tehát ha olyan világfajtákra gondolunk, mint a kékfrankos, a kábernék, a merló, nyilvánvalóan ehhez fog hozzáadódni a borásznak az a fajta minőségi szőlő termesztése és az a fajta tudása, ami meg már a borkészítésnél, illetve a borkészítésnél ki fog jönni. Ez mellett viszont a másik fontos dolog ebben az arculatban, ebben a profilban, hogy ki kell választani olyan fajtákat, amelyek csak ránk jellemzőek. Tehát meg kell mutatni, és itt jön vissza a kadarka. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy az a kadarka, ami mindvégig a törökkor óta, egészen a II. Világháborúig egy zászlós bora volt, jó bora volt ennek a borvidéknek, utána a szocializmus alatt kiszorították, ezt most újra felkarolták, nagyon-nagyon sok borászatnál ezeket a kadarka klónokat, amit karöltve végül is a Pécsi Kutatóintézettel a kikísérletezett klónokat újra jó minőségű, jó ízvilágú kadarkákat próbálnak visszanemesíteni, illetve újra elterjeszteni. Ez azért is fontos, mert ezzel egy olyan egyedi arculatot tudnak megmutatni a Kárpát-medencében őshonos kadarkának, ami tényleg csak itt mi nálunk van, és ugyanígy a kékfrankos is szintén, aminek megint csak megvan az a fajta arculata, amit csak ezen a borvidéken, csak ezen a földön, ebben a klimatikus viszonyokban egy olyan minőséget, egy olyan ízvilágot tud produkálni, ami szintén szerencsés és egy különlegesség. Tehát valahogy ezekkel dominálva, és ha azt gondolom, vagy ahogy én hallgattam a borászokat, tulajdonképpen a kadarka kékfrankos, és ez mellé jön a bikavér, mint egy kékfrankossal együtt lévő küvének egy különlegessége és fantasztikus ízvilága, aminek ha minőségét fel tudják tartani, akkor ez tényleg lehetőséget ad arra, hogy a világ viszonylatban ez a borvidék ott legyen. Hozzátartozik még nagyon-nagyon sok finomság, tehát nagyon sok olyan összefogás, illetve együtt való gondolkodás, mint például a szekszárdi palack, tehát hogy amit azt lehet mondani, hogy Tokaj mellett Tokajba is szeretnék megvalósítani, ugye Egerben is gondolkodnak róla, és végül is itt megcsinálták. Tehát azok a fajta közös borkóstolók, tehát mindenképpen egy olyan fajta együtt gondolkodás, egy összetartó munka, amit ezeknek a borászoknak végül is meg kell valósítania. A szekszárdi vörösborok színanyagban gazdagok, tüzesek, bársonyosak, kiemelkedően rangos ismét a hagyományos kadarka fajtára épülő új szekszárdi bikavér. A fehér borok kissé lágy karakterűek, tüzesek, zamat gazdagok. Liszt Ferenc szekszárdon járva többször is megízlelte a bort, sőt még 9. Pius pápának is kedveskedett vele 1865-ben, aki elismerően írta róla a következő szavakat. Ez a szekszárdi bor tartja fenn egészségemet és épkedélyemet.